Június 9-én helyi és vármegyei önkormányzati, illetve európai parlamenti választásra kerül sor hazánkban. A következőkben dr. Bacsárdi József jegyző tájékoztatja nézőinket a választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Június 9-én választásokra kerül sor, ezúttal hármas választás lesz. Egyrészt európai uniós képviselőket választhatnak az állampolgárok, másrészt vármegyei önkormányzati választásokra kerül sor, illetve, ami a legfontosabb, helyi önkormányzati választások lesznek. Az első kettővel foglalkozzunk először, mert szerintem ez a rövidebb, ami legalábbis a bábolnai, illetve banai polgárokat illeti. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és beszámoltok erről a választási időszakról, ami most előttünk el. Speciális időszaknak nézünk előben, mert nem volt még soha ilyen Magyarországon, egyszer tartanak európai parlamenti és önkormányzati választásokat Magyarországon. Erre alaptörvény ad lehetőséget most a köztársasági elnök úrnak, hogy így tűzte ki választásokat. Annyival pontosítanám a Péternek, amit elmondott, hogy nemzetiségi önkormányzati választás is tartunk június 9-én. Ez Banát érinti, tehát Bábolnát nem, itt nincs nemzetiségi önkormányzat, csak Banán. A európai parlamenti és a vármegyei önkormányzati választások attól különlegesek számunkra, vagy egyszerűbbek számunkra, mert ezeket alapvetően nem mi bonyolítjuk, tehát az előzetes adminisztrációját, hanem az országos választási iroda, illetve a területi választási iroda. A jelölt állítás, illetve a jelölő szervezetek is ott jelentkeznek be a vármegyén, illetve az országos listaállításnál, tehát nekünk ezekkel igazából itt most jelenleg nincs teendőnk. A választás napján fogunk találkozni majd igazából szavazólapokkal ezekről a két választási formáról, de amikor megtörténik a jelölt állítás, tehát meg lesz az, hogy kik indulnak az európai parlamenti választásokon, illetve a vármegyei választásokon, erről mi is fogunk tájékoztatást nyújtani a helyi lakosságnak, mind Bábolnán, mind Banán, illetve a választás.hu oldalon folyamatos jelleggel nyomon lehet követni a jelölt állítás folyamatát is. A helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltek állítására van lehetőség, illetve polgármester jelöltek állítására van lehetőség. Hogy teheti meg az az állampolgár, aki késztetést érez magában, akár polgármester jelöltnek, vagy képviselő jelöltnek, hogy a jelölését megtegye? Igen. Azzal kezdeném, hogy van egy komoly határidőnk, egy időintervallum, amit be kell tartani mindenkinek. Ez most jelenleg április 20 és május 6 közötti időszak. Április 20 szombati nap, ez nap a hivatal 8-tól 4-ig tart ügyeletet, tehát ezen a napon már, aki szeretné magát polgármester jelöltként vagy képviselő jelöltként elkezdeni a ajánló éveknek a kikérését, illetve a visszahúzását, ezt már megteheti április 20-án szombaton. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogyha valaki polgármester jelölt vagy képviselőjelölt kíván lenni, akkor erre vonatkozóan kell igazából egy kérelmet beadni a hivatalnak hozzánk, és ezen a kérelmen kell igényelnie neki a ajánló íveket. Ezt megtehet ugye személyesen, akkor mi kitöltjük neki ott a választási irodában, a hivatalban a kérelmét, megteheti elektronikus úton, hiteles AVTH hitelesítéssel ellátott nyomtatványon a választás.hu oldalról ezt a kérelmet, illetve meghatalmazott is behozhatja ezt a kérelmet, illetve postán is hozzánk feladhatja, és ebben az esetben akkor megkaphatja az ajánló íveket. Egy ajánló íven 8 választópolgár tud választópolgár tud tenni ajánlást. Egy választópolgár több jelöltet is nyugodtan ajánlhat, tehát nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy egy választópolgár hány jelöltet támogathat aláírásával. Ami legjobban érdekel mindenkit, ugye az, hogy hány jelölés kell ahhoz, hogy valaki polgármester jelölt vagy képviselő jelölt tévállalson. Ez Bábolnán és Banán eltérő szám. Bábolnán 84 jelölés kell ahhoz, hogy valaki polgármester jelölt lehessen, 28 jelölés kell ahhoz, hogy valaki képviselő jelölt legyen, Banán 39 jelölés kell a polgármester jelöltséghez, és 14 jelölés kell ahhoz, hogy valaki képviselőjelölté válhasson.
Ennek a jelölés számnak összegyűjtése történik meg április 20 és május 6 között. Ez azt jelenti, hogy aki képviselő jelölt vagy polgármester jelölt szeretne lenni, tulajdonképpen el kell, hogy menjen a választópolgárokhoz, és ajánlásokat kell, hogy kérjen? Így van. Tehát az ajánló íven kell ajánlást kérnie a jelöltnek az ajánláshoz. Ki kell tölteni az ívet, nevet, személyazonosítót kell beírni, illetve a lakcímet, és amikor visszahozza az ajánló íveket a jelölt, akkor mi ezt ellenőrizzük, ezeket az ajánló íveket, az ajánlásokat, hogy tényleg azok tették az ajánlást, akik ajánlást tehetnek, és hogyha megvan valakinek a szükséges számú ajánlás, akkor a helyi választási bizottság, mint Banán, mint Bábolnán nyilvántartásra veszi a jelöltet. Mi addig ellenőrizzük a jelölt cséghez szükséges ajánlásokat, ameddig el nem érjük a szükséges számot, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy valaki jelölté válhasson. Ettől függetlenül lehet nyugodtan többet is gyűjteni, aki úgy látja, hogy nem elég neki a 84 vagy a 39 ajánlás, az nyugodtan még tovább is tud gyűjteni, de az viszont nagyon fontos, hogy a jelöltnek vissza kell hozni az összes ajánló ívet, amit tőlünk átvett. Nyugodtan igényel többet is, de vissza kell, el kell számolni a végén a ajánló évekkel május 6-áig, ami pedig nincs kitöltve, május 7-éig kell visszahozni a hivatalba hozzánk és leadni ezeket. Tehát olyan nincs, hogy kint maradt valakinél jelölő ív, ezeket szigorúan tilos fénymásolni is. Tehát az, amit mi kiadunk, azon kell a ajánlásokat összegyűjteni. És nagyon fontos még egy dolog, hogy az ajánlásokat, amikor gyűjti valaki, ez nem lehet zaklató jellegű, tehát nem járhat másnak a zaklatásával, zavarásával, és nem lehet felajánlani bármilyen ellenszolgáltatást ezért az ajánlásért, tehát ennek önkéntesnek kell lennie. A választási bizottságok mindkét település esetében megalakultak már? Tehát gondolom Banán is külön választási bizottság van, vagy lesz, illetve Bábolnán is. Így van, ezek megalakultak, ezek a szervezetek, ezek működnek, tehát ősszel alakultak meg, és amikor bejönnek az első kész és érvényes ajánlóívekkel a jelöltek, akkor mi ezt a választási odában velük közöljük, a választási bizottság tagjaival, akik döntenek a nyilvántartásra vételéből a jelölteknek. Határidőnk az 3 nap az ellenőrzésre, és 4 nap van arra, hogy akkor a választási bizottság döntsön a jelöltnek a nyilvántartásra vételéről, vagy ennek a megtagadásáról. A képviselőjelöltek hol tudják felkeresni a választási irodát? Igen, ez most speciális a korábbiakhoz képest, Banán nem fog működni helyi választási irodának kirendeltsége. Kizárólag Bábolnán lehet megtenni ezt személyesen, hogyha el akarnak jönni a képviselőjelöltek a helyi választási irodához, akkor ezt Bábolnán tehetik meg. Az anyakönyvi helység, ami földszinten működik a rácsos ajtó mellett, oda kell bekopogni, és ott fog ülni az a kollega, aki ezeket a különböző kérelmeket kezeli, illetve kiadja az ajánló éveket majd. Tehát hangsúlyozom, aláhúzom kétszer, Banán nem működik majd ilyen típusú szolgáltatás, kizárólag Bábolnán, így a banai polgármester és képviselőjelöltnek is Bábolnára kell jönni az ajánló ívek intézése végett. A választópolgárok hogyan ismerkedhetnek majd meg a jelöltekkel? Igen, gyakorlatilag a választás.hu honlapon nyilvántartásba vett jelölteket, meg lehet ismerni, lehet keresni a nevüket, de mi a bábolna.hu és a bana.hu oldalakon lévő választási oda aloldalon mi ezeket a jelölteket ki fogjuk majd listázni, és ott is elérhetőek lesznek, nem csak a választás.hu oldalon, tehát ezeket lehet keresni. És amit tudni szükséges még a jelöltekről, hogy május 6-án, aki bekerült a nyilvántartásba, az jelöltként később a szavazóapon is felkerül. Hadd mondjam el még ezen túlmenően, hogy a Bábolnai Televízió, illetve a Bábolnai Fórum című önkormányzati lap ingyenes lehetőséget biztosít a képviselő, illetve a polgármester jelöltek számára. Készülünk erre, és ehhez szükséges tudnivalókat a jegyzőurnál fogjuk elhelyezni, illetve a választási bizottságnál majd átvehetik a képviselő, illetve polgármester jelöltek.
Így van. Amikor lezárul a jelöltállítás folyamata, ezt követően lesz lehetősége a polgármester jelölteknek, illetve a képviselő jelölteknek arra, hogy megismertessék önmagukat a helyi médián keresztül. Kapnak egy bizonyos terjedelmet a helyi újságban, a Bábonai Fórumban, illetve a tévében lesz lehetőségük megszólalni. Illetve amennyiben szükséges, vagy erre van igény a jelöltek részéről, akkor egy kerekasztal vagy választási fórum keretében lehetőség lesz a különböző véleményeknek a ütköztetésére személyesen is. Ez valószínűleg a szabadidőközpontban lesz megrendezve, hasonlóan, mint hogy 5 éve volt a helyi választásokon. Most ezzel ezt a beszélgetést lezárnám, de nincs vége, hiszen következő alkalommal, mikor is? Május 6-ai héten, amikor lezárul a jelöltállítás időpontja, azt követően egy újabb interjú keretében akkor ismertetjük a jelölteket, illetve elmondjuk, hogy kik kaptak nyilvántartásra vételt a helyi választási bizottságuktól, és ezt követően akkor utána beszélünk arról, hogy mik a kampányidőszaknak a teendői, illetve a szavazásról magáról fogunk beszélni, hogy milyen szavazólapok lesznek, illetve miként fog ez majd Bábornán megvalósulni. Köszönöm a tájékoztatást a Bábonai Televízió nézőinek nevében is. Nincs mit, köszönöm szépen a lehetőséget.